Na hát akkor folytatjuk a élő bejelentkezésünket. Legalább láttunk egy videót a traktorok indulásáról. Szerintünk is a Jánmár traktorok nagyon-nagyon jól indulnak. Most van itt egy iszaki traktor, ami most érkezik. Szedjük ki a kontiból. Hát erre most megpróbálunk ráindítani, mutatom, 729 üzemórával, és akkor Ré kollégám megpróbálja beindítani ezt a traktort. És tegyük hozzá, hogy ezek két hónapot utaznak konténerben. Hidegen-melegen, ugye? Így van. Na, és akkor, tehát azért ezek a iszakinek is vannak olyan típusai, amik jól indulnak, ezt elmondhatjuk, ugye? Konkrétan ez jól indul. Hát azért hozzátenném, hogy tegnap amit néztem, amit hozzáírtatok néhányan, állítsd le, köszi. Amit hozzáírtatok néhányan, hogy van olyan Jánmár típus is, ami kicsit izzítósabb fajta. Tehát ugye a Jánmárnak is van több fajtája, az iszakinek is van több fajtája, ugyanez elmondható a Kubotáról. Úgyhogy az nem annyira mérvadó, hogy most kell izzítani vagy sem, az a lényeg, hogy induljon be, jól induljon be. Itt lesznek még a többi gépek, folytatjuk a kipakolást. Mutatom, hogy mit pakoltunk ki eddig. Gyűlik a kerékrakás. Ugye egyre több, minél mélyebbre megyünk a konténerbe, egyre több cokmok érkezik ki. Hát ami most jött még, szintén kis Mitsubishi 165-ös, 653 üzemórával, ez a kis 181-es, ez gyakorlatilag teljesen makulátlan állapotban van. Egyébként majdnem mindegyikről elmondható, tehát ez a szállítmány, ez most nagyon-nagyon jól sikerült. Attila, árakat később felrakjuk, illetve az érkező traktorok között néhányat ebből látsz. Azt hiszem be is árasztuk, de ezt most így fejből nem tudom mondani. Tehát például ez a MT185-ös, ilyen 1 millió 5 plusz áfa lesz. Lehet, hogy találni olcsóbban a piacon, de az biztos, hogy ilyen állapotban nem. Tehát az nagyon-nagyon nem mindegy, hogy az alapállapot milyen. Ez az MT165-ös, ez meg ilyen 1 millió 2 plusz áfa környékén lesz, de ezt most tényleg csak hasamra ütve mondom. De körülbelül ott lesz, tehát nem fogunk kibázni ebből. Jött még most ez a TM17-es. Ez a három karakteres az óra, de 370 üzemóra van, mert nagyon-nagyon jó állapotú traktor. Azt is hozzáteszem, hogy ezeket mind megnéztem kint. Tehát ezek nagyon-nagyon patika, szép állapotú gépek. Lesznek, majd még mutatom a többit, ahogy elérünk a vége felé, folyamatosan megpróbálok közvetíteni. Köszönöm, hogy néztétek, sziasztok!